barátainknak, én fogom moderálni a beszélgetést. Lapner Zoltán politológus. Jó estét kívánok! És nem tudok innen fölállni még egyszer. És Ungár Péter parlamenti képviselő között. Pár technikai jellegű információval kezdeném. Először is középen találnak egy asztalt, amelyen ha regisztrálnak, akkor a következő eseményről e-mailben vagy telefonon értesítjük önöket. Érdemes ezt elvégezni. Illetve még Kozma Gábor újságíró felhívta a figyelmemet egy jeles esemény évfordulójára, ugyanis 30 évvel ezelőtt, február 22-én Szombathelyen az Éhen Gyula polgári kör volt az, akik lefették Lenin szobrát, úgyhogy ennek van most egy 30 éves évfordulója. Szóval ezzel a felütéssel kezdjük el az estét, amelyen szó lesz a miniszterelnök évértékelő beszédéről, szociálpolitikáról, emlékezetpolitikáról, illetve a 2022-es választásról, gyakorlatilag az előző választás óta erről beszélünk. Sok mindent el. Azt hiszem, hogy kis túlzással állíthatjuk, hogy majdnem minden jelenlévő látta, vagy valahogyan értesült erről a miniszterelnöki évértékelőről, pártállástól függetlenül, oldaltól függetlenül, és hát ez egy olyan onigó, amihez azért viszonyodni lehet, és az elmúlt évekhez képest talán egy újdonság volt benne, ez pedig ez a zöld politika, a klímaváltozás elleni harc meghirdetése, amit már 10 éve bármikor meg lehetett volna hirdetni, de most úgy gondolta a miniszterelnök úr, hogy ennek eljött az ideje. Erről mit gondoltok? Erről a változásról. Köszönöm zöld politikáról. Kezdjem én? Jó estét! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ismét eljöttek, és remélem ez is egy érdekes beszélgetés lesz. Én szerintem érezni lehetett még a miniszterelnök évértékelő előtti hetekben, hónapokban, hogy a Fidesz koszorkány konyhájában valahogy ezt a zöld politikát és a zöld politikából adódó belső ellentmondáson megpróbálják ugye megoldani. Egyszerre állítják ugyanis azt, hogy klímahisztéria van, azt is mondja a fideszes sajtó, hogy a környezetvédelem egy baloldali dolog, ugye Greta Thunbergen teljesen ízléstelen módon viccelődnek, tehát van ez a fajta fideszes hozzáállás, illetve ugye ezzel egy időben meg elmondják, hogy ők azok, akik cselekednek a klímavédelem terén, míg a többiek csak beszélnek róla. Nekem a mai nap volt egy vitám Juhász Hajnalka a KDNP-s képviselővel a Kint Televízión, tudják majd, ha gyomruk úgy olyan megtekinteni, ahol elmondja, hogy tulajdonképpen már az elmúlt 10 évben is már mindig is zöld volt ez a kormány. Tehát most már egy ilyen a félidő komplexumot meghajlítva alkalmazzák a zöld politikát, és azzal a statisztikával indulnak ki mindig, hogy 1990-hez képest most 2018-ban alacsonyabb a szén-dioxid kibocsátás. Mindannyian tudjuk, ez azért van, mert a szovjet típusú nagyipar leépült ugye Magyarországon, tehát alapvetően ez nem egy kormányzati politika eredménye, hanem a gazdasági folyamatok eredménye. Egy szó mint száz, az, amit bejelentett a kormány, abban persze vannak több támogatandó dolgok, mint az erdős területek mértékének növelése. Csak azt a kérdést kéne föltennünk, hogy így az elmúlt 10 évben mit csináltak? Tehát hol volt ez eddig? Mi volt eddig ezzel kapcsolatban a gondolat? Mi változott meg ő számukra 2018 végén, vagy 19 elején? Igen. Hát a másik, amit ezzel kapcsolatban kérdésként föl lehet tenni, az az, hogy a miniszterelnök által bejelentett klímaügyi intézkedések, ehhez én nem értek igazából, de a szakpolitikai elemekkel kapcsolatban nyilván meg lehet azt nézni, hogy ezek mennyire számítanak fogoly intézkedésnek, nagyságrendileg mennyire befolyásolják, mondjuk Magyarország fölkészültségét a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, vagy mennyire számítanak mondjuk egy hangulatjavító intézkedésnek, amelynek azt hivatottak pusztán jelezni, hogy a kormány nem érzéketlen ebben az ügyben. És akkor itt van a valójában egy ilyen kommunikációs paradigmaváltásnak egy magyarázata, mert ugye egyrészt azt azért lehet tudni, sokszor van az, hogy a politikai jellemzők is vakon dolgoznak, de nem mindenről vannak számok, de speciál erre pont vannak számok, tehát hogy a magyar közvélemény, ezt nem mondom, hogy egy elképesztő zöld érzékenységet tanúsít, de valamiféle szenzitivitás azért létezik.
Tehát ezt érzékelték a kormány oldalon, hogy ebben az ügyben pusztán a klíma hisztéria álláspontjára helyezkedve az egész egyszerűen nem kifizetődő, és annak még valamiféle politikai racionalitása van is, hogy megpróbálnak ebben az ügyben előzni, és hát kihasználni azt, amit egy kormány ki tud használni, hogy a kormány be tud jelenteni intézkedéseket. Az ellenzéke nem képes, hanem csak ígéreteket tud tenni, és adott esetben a kormány olyan intézkedéseket is be tud jelenteni, amit az ellenzék követel, és most lehet csinálni egy, nem tudom, 6 vagy 8 vagy 10 pontos klímavédelmi akciótervet, és akkor az élét el lehet venni ellenzéki követeléseknek. Miközben egyébként, ha valaki böngészi a kormánypárti sajtót, amit tényleg mindenkinek ajánlok, akkor azért azt látja, hogy akárcsak ha a miniszterelnöki beszéd után egy-két napban milyen cikkek jelentek meg mondjuk a Magyar Nemzetben, akkor hát ez a paradigma, ez vagy nincsen összefésülve még, mert klímahisztis cikk is megjelenik, egy zöldfordulatos cikk is megjelenik, másfelől pedig, vagy pontosabb, hát a másik lehetőség az az, hogy szándékosan van ez a többszólamúság, hogy mindenki ebben a közönségben a saját maga számára kedvező üzenetet meg tudja találni. Egy kicsit reagálva Zoli szavaira, Petitől kérdezem, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ezt a témát, a klímavédelem témáját, ebből a szelet a kormánypárt a saját vitorlájába fogja bele. Magyarországnak ugye van már zöld pártja, és láttuk, hogy a kommunikációjukon már tudtak úgy fordítani, akár a Jobbik esetében, hogy gyakorlatilag elvették a témáikat. Hogyan lehet ez ellen aktívan tenni? Hogyha ez egy valódi zöld fordulat lenne, amiben én érezném az őszinteséget, akkor szerintem lehetne örülni neki, tehát annak mindenféleképpen örülünk, hogyha a kormány csinál jó dolgokat, hiszen mi is ebben az országban élünk. És vannak ebben a tervben amúgy olyan dolgok, amik jó dolgok, mondom, szerintem a legjobb az, hogy Magyarország 2030-ra az erdő felületeit 30%-ra növeli, mondjuk, hogyha ezt csinálják, és ilyenkor mindig ez van, tehát ilyenkor végig gondolja az ember, hogy ez egy jó dolog, de az elmúlt 10 évben végig gondolja, hogyha ezt gondolták a világról, akkor például a nemzeti parkrendszert miért építették le az egész környezetvédelmi infrastruktúrát, és akkor rájön, hogy valószínűleg azért, mert nem gondolják ezt a világról, hanem ahogy Zoltán mondta, fogták, és akkor kitalálták, hogy ezzel valamennyit a heti béréseiknél, ami a környezetvédelmi problémát jelentette, tudnak javítani. De szerintem nem fogja tudni soha ezt hitelesen képviselni a kormány, mert ez a kormány minden elemében életidegen tőlük, ahogy erről beszélnek. Kitalálták ezt, lemásolták Nyugat-Európából, ugye Roger Scruton egyik könyvéből jön, ez a teremtett világvédelme, ezt ilyen panelszerűen most már minden parlamentben ül az ember, minden harmadik mondat az, hogy a teremtett világvédelme, azért, mert ennek van amúgy egy bibliai gyökere, meg egy keresztény konzervatív gyökere, de még ennek a konzervatív zöld politikai álláspontot sem képviselik utána 1100 dologban. Tehát elmondják, hogy a teremtett világ védelme, és van közben a Liget projekt, meg elmondják, hogy a teremtett világ védelme, és a magyar kormány vétózza meg egyedül Európában a mélygyilkos vegyszerek, neonikotinoidok, ez nagyon nehéz volt nekem kimondani, de most már meg, nek a tiltását, zárójelben úgy, hogy amúgy a környezetvédelemért is felelős miniszterünk, aki egy méhész, nem szól ebbe semmi. Tehát én alapvetően azt tudnám mondani, hogy szerintem nem fogja ezt a kormány hitelesen képviselni, és szerintem nekünk az a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy van itt egy 10 éves svéd. Én is válaszoltak erről, de tényleg nem értem, utaltam arra, hogy a kormánynak valóban van egy agenda alakító lehetősége, ilyenkor az ellenzék tényleg a legjobb, amit tehet, hogy kormányra a kerülést nem engedi, hogy az intézkedéseit másolósítsa meg, de azért egy dolgot még mondjunk el, ugye most zajlanak azok a tárgyalások, amelyek a következő uniós költségvetési ciklusról szólnak, és úgy tűnik, hogy úgy fogják átalakítani a támogatási rendszert, amiben kifejezetten a klímavédelemhez lesznek majd köthető fejlesztési pénzek, és hát azt gondolom, hogy a pénz, illetve a pénzregyívási lehetőség hívószava az egy kellő ösztönzőt adott ahhoz a kormánynak. Párhuzamosan mindaz, amiről az előbb beszéltünk, hogy hát legalábbis valamiféle átalakítást a saját kormányzói tevékenységében tegyen, de én is azt gondolom, hogy legfeljebb a legszükségesebb mértékben, vagy a projektekbe beírható mértékben fog ez megtörténni, és nagyon látom ennek a gyökereit a kormányzat eddigi
zöld ügyi működésében, hogy ez egy ilyen mély filozófiai kardinalváltás van? Egy kicsit más vizekre evezve, és még ettől nem feltétlenül elszakadva. 10 éves, ha egy kormányzó erő 10 éve kormányoz, akkor keresztmetszetében lehet már vizsgálni a dolgokat. És Zoli egyik szakterülete a szociálpolitika, és nagyon érdekes megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben milyen eredmények és hiányosságok vannak, mert 10 év alatt azért mindkettőből akadt. Először Petit kérem meg, hogy a hiányosságokat vázolja, amiket ő annak gondol, Zoli utána meg... Nekem a dicsem van a kormányt. Zoli utána meg az elmúlt 10 év esetleg eredményeit vagy pozitív változásait, hogyha ismertetné tudná. Igen. Tehát, hogy a 10 év alatt sokat lehet vizsgálni a kormányon, és szerintem 10 év alatt már a kormányzati felelősség, mint fogalom azért megfogalmazódhat. Ez azért is érdekes, mert parlamenti válaszában, aki nekem a legtöbbet szokott válaszolni, Rétvári államtitkár úr, ő mindig beszél arról, hogy mi volt a Gyurcsány kormány alatt, ugye amikor én éppen az érettségimet írtam és 18 éves voltam, tehát ez nem feltétlenül a legjobb összehasonlítás. Szerintem ugye 10 év alatt jelenleg a szociális szektor átlagbére, tehát az átlagbér, az 120 ezer forint nettó. Tehát ezt kapja az, aki a szociális szektorban dolgozik. Jelenleg az idős gondozási otthonápolási díj, tehát valaki idősebb, legtöbbször demenciával élő rokonát otthon gondozza 0-24 órában, ez az állapottól függően 38 vagy 58 ezer forint, ez is az Orbán kormány 10. évében. Ilyenkor szokták elmondani, hogy megemelték, amúgy 4 ezer forinttal emelték meg az elmúlt 10 évben. Most bejelentett tegnap Kásler miniszter úr egy szociális bérrendezést, ez a pótléknak a kétszeres növelése. A pótlék kétszeres növelése átlagban 13 ezer forintos emelés jelent havonta a szociális szektorban, illetve jelenleg, és talán ez a legfontosabb, ami szerintem a szociális szektorról elmondható, hogy a szociális szektor képviselő szakszervezetek sztrájkolnának jelenleg is, ahogy mi beszélünk. Nem tudnak sztrájkolni, mert a sztrájk törvény nem engedi nekik, mert elégséges szolgáltatást kell biztosítani, erre szokta, és azt mondták a szakszervezetnek, a kormány része, hogy 100% az elégséges szolgáltatás. Ugye jelenleg sincs 100%-ban betöltve az álláshelyek száma, tehát magyarul a műszakon bennévő ember akkor tudná elmenni sztrájkolni, ha 3-at találna maga helyett. Ez egy teljes abszurd. És ami még egy külön probléma ebben, hogy ugye kollektív szerződésre sincs lehetősége a szociális szektorban, tehát nincs arra lehetőség, hogy egybe tárgyaljanak, ami ugye megemelni a bérüket. Én alapvetően ezt úgy foglalnám egy mondatban össze, hogy az elmúlt 10 évben a szociális szektorra tulajdonképpen semmit nem kezdett a kormány, ami nem volt nagyon akut tűzoltás jellegű, és pénzt erre nem költött igazán. Hadd adjak erre a 10 év problematikára egy kicsit átfogó választ. Szóval az látszódott a magán a miniszterelnöki beszédben is, hogy egy szándék mutatkozik ennek a 10 évnek az értékelése, ez tényleg egy szép kerek szám, és talán azért is volt ez lényeges, mert néhányan beszéltünk arról, hogy valamiféle ilyen korrúzió mutatkozik a kormányzati politikán, és ugye a miniszterelnöknek, akinek a politikai képességeit szerintem az ellenfelei rosszul teszik továbbra is, ha lebecsülik, egy új elrugaszkodási pontot keres. Azért 10 év után nehéz megmagyarázni, miért akarok még 10 évet hatalomba tölteni, de szerintem a tehetségből kitelik, hogy ezt képes legyen megmagyarázni. És hát, hogy is mondjam, szóval ha akarom groteszk, ha akarom megkökkentő, amikor ugye a miniszterelnök értékeli a saját munkáját, majd szerényen elhárítja azt, hogy aranykornak nevezzék azt az időszakot, amikor ő vezeti az országot, de hogyha az ironikus értékelésén túlhaladok, akkor azért két szerintem az ellenzék számára, a kormánnyal szemben álló közönség számára két nagyon zavarba ejtő dolgot lehet látni. Az egyik az, hogy akárhogy is nézzük, olyan nem volt még, hogy rendben van a költségvetés, olyan ritkán van a magyar gazdaság történelme, hogy ilyen hosszú ideig gazdasági növekedés van. Tulajdonképpen lehet akár mondjuk a szociálpolitikára kérveztél rá szegénység csökkenést látni a mutatókban. Valami történik a bérekkel is, bár valószínűleg ez eső után köpönyeg, ami zajlik, mert ez nem fogja megfordítani azokat a folyamatokat, amelyek elindultak a magyar foglalkoztatásban, illetve a munkaerő kiáramlását illetően.
azt mondanám, hogy a kormány föl tud mutatni relatív sikereket, és amikor meg a miniszterelnök arról beszél a tekintetben, hogy látszik a sikereket, és amikor a másik oldalról meg a miniszterelnök arról beszél, hogy miért nincsen aranykor, akkor ugye arról kezdett el ott egy eszmefutatást, hogy milyen negatív tendenciák várhatók a jövőben, ami szerintem azért lényeges, mert én szerintem az egész ellenzéki stratégiát, és nem feltétlenül a kommunikáció stratégiára, hanem egy ilyen kormányzati felkészülési stratégiára gondolom, az meg fogja határozni, hogy nem ebben a konjunkturális környezetben fog majd az ellenzék hatalomba jutni, sőt, ha hatalomba jut, valószínűleg pont azért jut hatalomra, mert valami történik ezzel a konjunktúrára, és erőteljesebb lesz a Fideszből való kiábrándulás, tehát igazából ha tetszik lélekben, ha tetszik messze nem csak lélekben, hanem szakpolitikailag arra kell készülni, hogy egy rosszabb helyzetben, vagy relatíve rosszabb helyzetben tud majd az ellenzék politikát csinálni, és akkor például meg fogjuk látni azt, hogy mennyire nem csak szimbolikus politikai ügyek számítanak, hanem hogy a hétköznapi életet érintő ügyekben ellenzékből könnyebb politizálni, mint kormányról. Ami a kormánynak még ezeket a pozitívumait illeti, az a helyzet, hogy miközben én nagyjából semmivel nem értek egyet, amit társadalompolitikában a kormány csinál, mégiscsak az van, és ezt, tehát tényleg nem szeretném a félretének, ezt mint politikai tényt kell rögzíteni, hogy igen, van akinek jó az egykulcsos adórendszer. Szerintem a társadalom kisebbségének jó, de van akinek jó. Igen, van, aki föl tudja venni a csokot és tud vele élni. Igen, van még olyan is, hogy egy nagyon más példát mondjak, aki a közfoglalkoztatás rendszerét, amit én tényleg teljesen elhibázottnak tartok szociálpolitikusként, pozitívumként éli meg, mert, és akkor itt egy nagyon súlyos dolog jön, hogy hát gondoljuk, hogy milyen élethelyzetben lehetett korábban, ha pozitívumként tudja megélni, és ezt nagyon sokszor mondtam politikusoknak is, hogy miért nem háborognak az emberek azon, hogy a egyes időszakokban 4 milliót közelíti a 7 millió alatt élő emberek száma, az nagyon nagy szám. Az a helyzet, hogy amikor én egyetemre jártam és szociálpolitikát tanultam, akkor is 3 millió fölött volt ez a szám. És annak a 3 millió embernek, aki korábban is a 7 millió alatt élt, viszonylag nehéz megmagyarázni, hogy az ő életében miért jelentett volna fordulatot az, hogy itt egy politikai átrendeződés ment végbe. Én ugye mániákosan arra térek ezzel kapcsolatosan vissza, hogy szerintem nagyon fontos lenne az ellenzék szempontjából, hogy elgondolható legyen, és egyáltalán legyen mondani való arról, hogy milyen életet most, hogy így fogalmazzak, így ér az ellenzék arra az esetre, hogyha kormányváltás történne, mert mind nagyon izgalmas dolog, hogy ki hogyan fog együttműködni, és hány párti koalíciók fognak létrejönni, és ez minket tényleg érdekes, és tényleg fontos, és én soha nem fogom azt mondani, hogy mindez nem lényeges, de az a helyzet, hogy azt szerintem a választók szélesebb csoportjai akkor vonzhatók be, hogyha a saját hétköznapi életükkel kapcsolatos ügyekben is hallanak valamit, és ilyen értelemben szerintem lehetne úgy értelmezni az Orbán beszédet is, mint egy kihívást, hogy lám a miniszterelnök megpróbál ráfordulni arra, hogy mondjon valamit erről a következő egy évtizedről, elég bármilyen hátborzongató is, hogy ő még egy évtizedre tervez, és akkor itt kinyílik egy olyan játéktér, amiben szerintem egyébként meg lehet verni, mert egy felső középosztályos társadalom a politikával szemben lehet olyan széles társadalmi csoportokat érintő nem osztogatást és a költségvetési fegyelmet is fenntartó politikát fölvázolni, ami nem bánja bajba sem a gazdaságot, sem a fiskális politikát, és egyébként teljesen elgondolható a hétköznapi életben értelmezhető változásokat hozzá. Szeretnél rá? Van még egy kérdés, amit akár szintén 10 év és a beszéd keresztmetszetén meg lehet vizsgálni. Ez a klasszikus jobboldali-baloldali felosztás, ez azért is érdekes szerintem, mert ugye a jelenlegi kormány jobboldalinak vallja magát, és az abszolút ilyen eszmével tölti fel a paneljeit. Ugyanakkor egy erős államot épít, ami a jobboldali rendszereknek nem sajátossága feltétlenül, ha csak nem nagyon szélre tolódnak el. Kommunikáció szintjén ugyan harcol a tőke és a multinacionális cégek ellen, de látjuk, hogy nagyon szereti játékba hozni őket, és az ebből származó gazdasági növekedést szintén kommunikálni. Ugyanakkor a szociális területeken látjuk eredményeket, nem ír el. Ezzel szemben a baloldal a 2010-es kormányváltás előtt egy abszolút jobboldali gazdaságpolitikát csinált. Gyenge állam, szabadabb piac,
Mit gondoltok erről a felosztásról? Van egyáltalán létjogosultsága? Érdemes ezt még használni? Először Petit kérdezem. Szerintem van értelme ezeknek a szavaknak. Én egy olyan pártból jövök, ami sajnos azzal töltötte az élet első 7 évét, hogy úgy tett, mintha nem lett volna, de szerintem minket is megtanított az élet, hogy ebben tévedtünk. Persze, nagyon kusza egy politika-tudományi tankönyvhöz képest a magyar pártrendszer, de minden pártrendszer ebből a szempontból nagyon kusza. Tehát ha megnézzük, hogy mi számít jobboldali vagy baloldali politikának abban az országban, ahonnan a tankönyv kiindul mondjuk Nagy-Britanniába, a Boris Johnson féle az állami egészségügyet támogató mostani kampány azt mutatja, hogy ott is használt baloldali elemeket egy kifejezetten jobboldali, magát konzervatívnak nevező párt. Az a párt, ami amúgy kiléptette Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Tehát sehol sincs ez ilyen tankönyvi szinten. De az Orbán kormány, szerintem, hogyha már miniszterelnök úr politikai képességeit így együtt elismerjük, az öndefiníciót engedjük meg neki. Tehát ha ő magát jobboldalinak mondja, akkor hívjuk már ezt a kormányt jobboldalinak. Ráadásul én szerintem alapvetően jobboldali gazdaságpolitikát folytat, nem csak az említett egy kulcsos adó miatt, vagy a multinacionális vállalatok támogatása miatt, hanem egyszerűen amiatt, mert a kormánynak a mindennél fontosabb a hiány tartása, tehát ezt a hiányt ilyen szinten fetisizálni, az egy eléggé jobboldali gondolat, tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy ennek ellenére viszont, amit az előző kormányokkal kapcsolatban mondtál, az egy legitim kritika volt, hogy mondjuk az a magát magyarnak, szocialistának és pártnak nevező politikai szervezet, ami utána az egészségügy privatizálása mellett érvel, az viszont tényleg, hát hogy mondjam, okozott mind politikai, mind ideológiai, mind szerintem ilyen minek várjuk a világra jellegű problémákat. De összefoglalva én azt gondolom, hogy vannak ezeknek értelme, én azt gondolom, hogy jelenleg egy jobboldali kormány van egy baloldali ellenzékkel. Az, hogy ez a baloldal, ez mi, és ez mit jelent Magyarországon, ezt nekünk kell együtt definiálni, mindig újra és újra kell definiálni, de nem lehet azt mondani, hogy mi számunkra nem számítanak már ez a szavak, és mi annyira modernek vagyunk, hogy mi mind majd mindent egyesítünk mindennel. Nem, a világ alapvetően mindig hasonlít ahhoz, ami korábban volt, és ezért ezeknek a szavaknak szerintem van jelentőség. Zolit arra kérem meg, hogy amikor a véleményét elmondja, akkor egy kicsit a kedves témájáról, a baloldali lehetséges jövőképekről, illetve berendezkedésről is válaszoljon. Tehát a könyvet, úgy gondolom, hogy ez most lecsapható labda lesz. Én egyszer megfogadtam, hogy soha többet nem írok olyan könyvet, aminek a baloldal szerepel a címnél. Egyszer volt egy dedikálásunk a Vörös Márki téren, és senki nem jutott oda. Valamiért a júniusi 35 fokos könyvhéten ez nem verte ki a biztosítékot, viszont mellettünk Spirogyi, ami rengetegen álltak. És azóta se értem, hogy ez hogyan volt lehetséges. Azzal én egyébként egyetértek, és ez egy fontos az én válaszomhoz is egy kiindulási pont, hogy szerintem ez egy... Szóval én egy politikai gicsnek tartom ezt, hogy az ideológiák meghaladása. Illetve hát bizonyos értelemben egy alibizésnek is gondolom, mert addig sem kell mondani semmit. Ráadásul még egy politikai csapdának is tartom abból a szempontból, hogy az ember egész váratlan, amit egy döntéshozó ember egész váratlan pillanatokban tud bele szaladni olyan szituációba, amikor hát át kell mondania, bét kell mondania, vagy cét kell mondani, és igen, azok a döntések, azok bizony hordoznak valamilyen értéktartalmat, és akkor innentől kezdve persze lehet küzdeni a hagyományos kategóriák ellen, de mégiscsak ezek a hagyományos kategóriák, amelyeket állandóan meghaladunk, és állandóan beszélnek róla mégis, ezek alkalmasak arra, hogy elmondjuk, hogy miről beszélünk, és igazából én olyankor is föl szoktam horkanni, amikor politikusok azt mondják, hogy mondjuk nincsen baloldali, nem tudom, baloldali szegénység, egy túlút nincsen, akkor a szempontból, hogy hogyan értelmezem, miként értelmezem a szegénységnek a problémáját, önhibaként értelmezem, vagy aként értelmezem, hogy valaki a társadalmi struktúrában elfoglalt helye következtében nem tud kitörni egy szituációval, hát hogy meg volnának ennek eltérő megközelítései. Ez egy fontos dolog szerintem. A másik, hogy ebből adódóan, igen, még egy dolog, hogy persze vannak ezek a kategóriák, de valóban, ahogyan képviselő mondta, ezek nem
nem, hát ezek nem vegytisztán léteznek, és alig ha tudunk mutatni valójában olyan politikai rendszert, ahol ilyen tankönyvszerű jobboldaliságot, baloldaliságot mutatnak föl politikai erők, ezek mindig valamilyen mixbe emelkeződnek el, ráadásul ezek az irányzatok egymástól is egy csomót tanulnak, politikai személyiségektől is éppen nagyon sok minden függnek, tesz a korszak is ezt váltogatja, ezért néha elmosódnak ezek a határok, de ettől még léteznek. És nyilván ugye, amikor a Fidesznek a bal vagy jobboldaliságáról beszélünk, és azért azt gondolom, hogy ez talán a baloldaliság az nyomokban fedezhető fel, azért az alapvető ez egy jobboldalias politika, akkor ugye azt látjuk, hogy ez a mixelése a különböző politikai elemeknek meg leginkább föltalálható. A másik pedig, ami nehezen értelmezhetővé teszi, vagy látszik, hogy nehezen értelmezhetővé teszi a Fidesznek a politikáját, az az, hogy ez egy ilyen, ha akar, úgy fogalmazhatnék elegánsan, hogy ez egy ilyen projektrendszerű politika, nem klasszikus közpolitikai programokban gondolkodnak, hogy én most csinálok egy, nem tudom, egészségügyi reformot, mert pont nem csinálnak, és akkor az egy olyan dolog, amiről tudjuk, ezt írják a tankönyvek, az egy ilyen 8-12-15 éves lefutású valami, nem erről van szó, hanem politikai akciók vannak, amelyeknek vannak közpolitikai elemei. Ezek, ha kevésbé elegáns vagyok, ez egy ilyen voluntarista beavatkozásról, tehát oda megyek egy szekercével és szétcsapok valamit, és éppen arra fogok ütni, amire úgy tűnik, hogy ütni kell, és ebből adódóan, hát lehet, hogy egy éppen aktuális döntésnek lesz valamilyen más ideológiai színezete. Próbálom nem annyira bőlére ereszteni, de mondjuk, hogy a szociálpolitikáról beszélünk, az egy klasszikus büntető, fegyelmező, jobboldali szociálpolitika, ami azért vannak megtévesztő elemek, mert ugye követi a magyar politika paternalista hagyományát, ami azért nagyon lényeges, mert ugye hogy lehetne baloldani egy olyan szociálpolitika, ami az alaptörvényből kiveszi a társadalombiztosítás fogalmát. Hát ez így elég nehezen összerakható. Miközben a juttatásokat, amelyeket ad, azokat nem jókhoz köti, hanem ugye van egy nagyon szép kifejezés, felhőző kifejezés, az ajándékszemlélet, ami itt megvalósult, tehát mindenki azt érezze, hogy ez a kormány ajándéka száll. A gazdaságpolitika az egy neccesebb ügy talán egyel. Én emlékszem, én beszéltem olyan baloldali politikussal életemben, aki azt mondta a bankadó bevezetésekről, hogy mi ezt nem mertük megcsinálni, és fölcsinálta szemet. De valójában ugye ott is egyébként tényleg a költségvetés rendbehozása volt a kérdés, és ugye van ez a nagyon fura viszony a multikkal, hogy miközben itt nem tudom, tranzakciós illeték, meg Brüsszel, meg mindenféle dolgok vannak, a közben meg külön megállapodások is kötetnek a multikkal. Most a baloldali jövőképpen az van szerintem, hogy egy ilyen, még mondjuk a rezsicsökkentés az értékelhető lenne egy baloldali politikaként, mint osztogatás, azzal az apró megszorítással, hogy bizonyos időszakokban rezsicsökkentés nélkül és annak a kalkulációja nélkül jobban járnának a háztartások, hát ez egy apró mellékhatás. Na most mindezzel kapcsolatban tulajdonképpen szerintem az a, megint ezt a kifejezést használom zavarbejtő, hogy mégis mit akar mondani az ellenzék, hogy egyenként támadja ezeket a pontokat, vagy pedig össze tud illeszteni egy olyan politikai irányt, amiben szerintem helyük van a szociális jogoknak. Tehát nem beugrani annak, amiben a Fidesz nagyon könnyen beugrasztja az ellenzéket, hogy hát igen, vannak ilyen sérülékeny, gyanús, önhibás, érdemtelennek minősíthető társadalmi csoportok, akkor lehetőleg nekik ne adjunk semmit, és ilyen sok olyan ellenzéki tehát láttam, megint csak ezt kell mondanom a közelről, ahol ugye így kipipálódtak dolgok, hogy hát ne beszéljünk a hajléktalanokról, ne beszéljünk a cigányságról, ne beszéljünk a szegényekről. És akkor az ember úgy szétterelje a kezét, és azt mondja, hogy jó, de mi fog maradni, hogyha mindezekről nem akarnak beszélni, szóval egy jogokon alapuló, és ezt az elosztási rendszert a fejéből a talpára állító társadalompolitikát, meg lehet formulázni szakpolitikai intézkedésekben és ezekre vonatkozó ígéretekben. Én tényleg ebben mániákos vagyok, én ezt vállalom. Én tényleg azt gondolom, hogy ebből meghökkentően vonzó politikai ajánlatot lehetne kialakítani. Ehhez például az ellenzék bátorságára van szükség, hogy az emberi jogokat illetően, ha tetszik, legyen liberális, és az elosztási kérdéseket illetően pedig legyen baloldali. Szeretnél, Peti? Nem. Van egy másik téma is, ami felmerült. A szociálpolitikára még visszakanyarodunk óvatatlanul. Ugyanakkor még az ideológiáknál maradva,
Ugye az elmúlt 10 évben egy kicsit konfliktusmenedzsment is volt, és az utóbbi 2-3 évben került újra az a kifejezés a magyar politikai közbeszéd, hogy kultúrharc. Ugye Szakács Árpád nevű publicista az azóta megszűnt, vagy hát átalakult Magyar Idők nevű újság hasábjain hirdette meg ezt a jobboldali őrségváltás problémáját, hogy az elmúlt 7-8 évben miért nem történt ez meg, amikor a pénz, a hatalom, az eszközök adottak voltak. Miért magukat állítólag kimondatlanul baloldalinak tartó művészek a legolvasottabbak és a top szerzők, és minthogyha Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum jelenlegi vezetője, most a tettek mezeire lépne, és hogy olyan játékosokat hoz helyzetbe, amikről úgy gondolják, hogy jó szerzők, és a magyar államhoz, a magyar kormányhoz adott esetben hűséges szerzők. Mit gondolsz erről, Peti? Hát lehet esetleg erőszakkal? Van, aki figyelemmel követi vajon a választók közül ezt a cicaharcot, vagy ez lényegtelen? Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én nagyon károsnak tartom azt a politikai gondolkodást, hogy ezt egy ilyen elit dologként fogjuk fel. Vannak ebben olyan részei, ami elit történeti, de hát a Nemzeti Alaptanterv az egy kormányzás egyik legfontosabb dokumentuma, mindenkinek a gyermeke az alapján fog tanulni. Tehát értelemszerűen ez az egyik legfontosabb vita. 2012-ben, amikor volt már egy próbálkozás a kultúrharctól, akkor Elsimon László képviselőtársam írt egy publicisztikát egy Figyelő nevű lapba, ahol azt írta, hogy az voltak, hogy művekkel művek, és nem törvények versenyeznek. Szerintem ez akkor már egy nagyon igaz mondat volt, amit megfontolásra ajánlanék azoknak, akik azt gondolják, hogy most nem így van. Az a helyzet, hogy a magyar jobboldalnak, főleg a kultúrpolitikai része, tulajdonképpen 1990 óta egy ilyen elnyomattatás szindrómába szenved, őt mindenki elnyomja, őt nem hagyják publikálni, ő Magyarország legelnyomottabb kisebbsége. Jelenleg úgy gondolja Magyarországon a jobboldal, hogy kulturális elnyomattatásra van, hogy ők ülnek a Nemzeti Színházba, a Petőfi Irodalmi Múzeumba és minden állami kinevezett kulturális intézmény. Tehát Bár Lászlót sem mondanám azért baloldalinak, az első Orbán kormány egyik államtitkára volt mégiscsak. És az, hogy eltelt 10 év, van egy 10 éve az Orbán kormány, és nem tudunk mondani nagy kulturális vagy popkulturális, például a magyar történelmet feldolgozó mondjuk egy filmet, amiből a románok csináltak nagyon sokat, amiből a csehek, a szlovákok, a horvátok csináltak sokat, az azért egy kulturpolitikai bukás. Tehát onnan jön, ezt azért akarom mondani, ez a frusztrációjuk, hogy egyszerűen, amikor visszanéznek arra, hogy az elmúlt 10 évben mi volt az úgynevezett jobboldali kultúrpolitika teljesítménye, teljesítmény szintén nem tudnak sokat elmondani. Igen, be lett erőltetve az új színházba egy új, nagyon jobboldali igazgató, én voltam az új színházba, hát ez önmagában azért nem elég az üdvösséghez, hogy ő jobboldali. Tehát önmagában attól még az ember halálra unja magát azon, hogy arról szólt a darab, hogy valami ember abortuszokat végzett egy ilyen fölspekuláció kapcsán, de mindegy, ez is biztos lehet egy fontos téma, de hogy alapvetően nem volt izgalmas. És én azt gondolom, hogy a színház törvény ebből a szempontból egy nagyon súlyos és nagyon rossz törvény. Ez ugye Szombathelyet külön érinteni fogja. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy Jordán igazgató úrral, már amikor ugye itt volt a Fidesz többség, mit tettek, illetve hogy most meg ugye az állam fog tudni valamennyire beleszólni, mivel a Fidesz elvesztette a többségét. Ugye azt is hallottuk, hogy megfogalmazódott az a kritika, az úgytudjuk.hu-n olvastam egy fideszes bizottsági tagtól, hogy a Liliomfi az egy nemzetietlen mű. Ennek a kifejtését még azért elvárnám ebben az esetben, hogy mi a nemzetietlen benne. De meg igen, muszáj ezen nevetnünk, mert különben sírnánk. De az, hogy például most akár Szombathelyen Jordán Tamás, vagy akár bármilyen más olyan önkormányzatnak a kinevezésénél, vegyük például Eger, ahol le fog járni az igazgatónak ugye a pályázata idén novemberben, és úgy lesz kiírva, bele fog szólni az állam, egy súlyos demokrácia problémát vet fel, egy súlyos kormányzati problémát vet fel, illetve egy olyan ideológiai problémát vet fel, hogy miért zavarja őket az,
És akkor ezzel fejezném be, hogyha egy színház politizál, hogy ez az igazi kérdésem. Természetesen politizál a színház, az új színház is politizál, a Vidnyánszky féle nemzeti színház is politizál, a Vidnyánszky féle nemzeti színházba elmentem megnézni a Fedák Sári monodrámát, Fedák Sári élete nagyon izgalmas, szerintem nagyon izgalmas volt maga az egész. Természetesen, mivel Fedák Sári beregszászi, volt a Trianonról egy jobboldali narratív, és nekem nagyon tetszett, meg tök jó, hogy ez van. De ne mondjuk azt, tehát nehogy csak az ellenzéki színházakra mondjuk azt, hogy politizál, a színház értelemszerűen politizál, politizálja sokféleképpen, és a helyi közösségek tudják eldönteni, hogy mi az a sokféle kép, vagy mi az a mód, amivel ezt megengedhetik. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon súlyos probléma, és szerintem ez a Fidesznek hosszú távon problémát fog okozni. Mielőtt Zolinak átadom a szót, még egy nehezítést teszek neki, Mira. Nem tudtam, hogy röviden válasz. Hogy hosszabb legyen a válasz. Ugye a jobb oldalnak van egy valid képe Trianonról, erről a nemzeti tragédiáról, és van egy nagyon jól összerakott üzenete, amit általában kommunikálni szoktak. Mi lehet egy baloldali gondolkodású ember vagy politikus üzenete? Erről talán nagyon-nagyon keveset hallunk. Ha a válaszokban ezt is belefoglalnád, azt megköszönnék. Hát azt nem állítom, hogy egy komplet baloldali Trianon narratívával én most elő fogok állni, de majd próbálkozom minden esetben. Most ehhez kapcsolódva, amit a Péter az előbb mondott, a színház igazgató kinevezéséről, aztán majd foglalki kicsit általánosan választani. Ugye ez azért egy érdekes megmozdulás a kormánynak, hogy állami beleszólást szeretne a színház igazgató kinevezésébe, mert amikor a Fidesz 2006-ban megnyerte az önkormányzati választást, akkor ugye nem volt gondja azzal, hogy az önkormányzatok kinevezhetik a színház igazgatókat, és sok helyütt a helyi, most erről beszélünk, nyilván más területeken is, de a kulturális életben is ez a fajta átrendeződés már akkor elkezdődött, és most, amikor meg elveszti azt a lehetőséget, hogy az önkormányzati szinten beleszólhasson, akkor hogy nem éppen eszükbe jut éppen egy állami beleszólást lehetővé tevő jogszabályt hatályba helyezni, tehát azért ez egy meglehetősen árulkodó szándékkal vonatkozóan, hogy itt az a döntő kérdés, hogy ki döntött ezekkel a vezetőkről. Amit a Demeter Szilárd meg nemzeti alaptanterv problematikát jelent, egyébként Demeter Szilárd adott most interjút a Napokban, ahol egy könyvtörvény megszületéséről is elmondta maga a vízióját, csak egyetlen mondatban említette ezt meg, de ez mindig nagy hogy mondjam, szóval nagyon azért sejtjük, hogy itt jelent az, amikor valamilyen területet szabályozni kíván a kormány, és egyébként én egyáltalán nem tartom azt egy földtől elugaszkodó dolognak, hogy ahogyan egyébként a tankönyvekkel megcsinálták, és ahogyan a médiában megcsinálták, úgy a könyvpiacok már időnként úgy megnézegette közelről a kormány, hogy mit lehetne ott tenni, mert ott egyébként egy valódi verseny van, és valódi szabadság van, hogy abban lehetne nem feltétlenül tiltásra, hanem mondjuk a támogatásokra, a művek létrejöttének és marketing ilyenek a támogatásával elbillenteni azt, hogy miért legyen az egyáltalán az, ami eljuthat az olvasókhoz. És igazából itt kapcsolódik össze az alaptanterv, hogy ez a könyvtörvény, meg a Petőfi Valami Múzeumnak egy ilyen kultúrkombináttál való fölutalása, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy, és ugye a politikának ez is része, a szó is része, meg a gondolat is a része, hogy hát igen, valamiféle ilyen kánon átalakítási kísérlet zajlik. Szerintem ilyen szempontból tök fontos az, hogy néha komolyan vegyük, amit leírnak politikusok, vagy amit politikai tanácsadók leírnak. Tehát azt hiszem Békés Márton értekezett arról, hogy korszakká kell változtatni ezt az Orbán rendszert. Szerintem ezt teljesen komolyan gondolják. És ebben a korszakban például arra is kísérletet tesznek, hogy megváltoztassák azt, hogy mi lesz az emberek olvasni valója. A most fölnevető nemzedéknek, vagy nemzedékeknek az olvasni valója, és mondjuk mi kerüljön a könyvpiacon a nem most fölnevető, már földött nemzedékeknek a kezébe, és attól, hogy elbillentik valamilyen kívánt irányba ezeket az olvasási szokásokat, azzal egy tartós gondolkodási változás is előidézhető. Nem tudom, ez mennyire kiforrott, és én most nem mennék bele konkrét nyilvánzésekre, már nem szívesen elhelyett, adok színház kritikát, hobbi színház kritikusként,
a Dürer meg az új színház, meg a Nemzeti Színháza, ott az is az érdekes, hogy két egyébként nagyon tehetséges színházi emberről van szó, és mit csinál velük a hatalom, vagy mit tudnak a hatalom birtokában csinálni, szerintem ez egy fontos és érdekes kérdés, de hát azt azért többször láttuk már, hogy ez az írók alkossatok remek műveket, híres tanulmi mondat, ez önmagát nem megvalósító jóslatként tud funkcionálni. És a gyors váltással a Trianon, ez is egyébként a miniszterelnöki beszédnek egy fontos része volt, egész hosszan szó volt arról a 100 éves távolatról, ami 1920 és 2020 között van. Egyébként idén lesz még a Trianon emlékében túlmenően egy másik szimbolikus esemény is, az eukarisztikus kongresszus, ami talán főleg Budapestet fogja majd érinteni, de esetleg egy olyan szimbolikus politikai boom lesz ebben az évben, ami hát meglátjuk, hogy milyen hatást fog kiváltani, de hogy a kormány próbálkozik a közgondolkodás megváltoztatásával, ez egészen bizonyos. És akkor itt próbálok kerülgetni a kérdést, hogy mi legyen a baloldali Trianon politikát. Egyet tudok, hogy minden legyen. nem ezt akartam mondani, hanem hogy igen, kétségtelen, de hogy ugye 1920-at követően, tehát a szociáldemokraták is természetesen elítélték a békediktátumot, jelzem, itt sem igazak azok a történelmi visszaütítések, hogy a baloldal milyen nemzetellenes lett volna, egy túlról, nem erről van szó. Ugye itt az a kérdés, hogy lehet-e 100 év után arról beszélni, hogy pontosan milyen tényezők vezettek ehhez, hogy mondjuk a Gyurgyák János könyveit olvassa az ember, tehát hogy egyáltalán az a geopolitikai helyzet, vagy a magyar politikai elitnek az alkalmazkodás, illetve az alkalmazkodás hiánya, amit a történelmi Magyarország fenntartás érdekében próbáltak megtenni, azok mennyire javítottak, vagy éppen rontottak a helyzeten, hogy lehet-e 100 év múlva, szabad-e 100 év múlva egy politikai irányzatra, illetve hát egy ilyen összetolt politikai irányzatra, a politikai radikálisoktól, a Károlyin keresztül, a szocdemekre, meg a kommunistákra hárítani az összes felelősséget, közben az egész dolog sokkal súlyosabb volt. Tehát én azt gondolom, hogy a baloldalnak abban lehet valamiféle felelőssége, ha tetszik, hogy egyrészt elfogadja azt, hogy ez egy súlyos, és valóban az ország történelmének egy abszolút tragikus pillanata volt, és nem bagatellizálja ezt, és nem bagatellizálja azt sem, hogy ez akár ma is fájhat azoknak, akik mondjuk határon túli magyarként elszenvednek, adott esetben jogsértéseket, de ahhoz meg lehet következetesen ragaszt. Most hadd mondjuk a nevedni, hogy Csundermű Péternek történészként a hozzájárulás ahhoz, hogy többet megtudhassunk erről a korszakról, az jelentékenyen nagyobb azoknál is, akik ezt a problematikát eltolják maguktól, és azoknál is, akik megpróbálnak valamiféle politikai bűnbakkeresésbe beleszabadulni, és csak ezzel operálni. Most Petihez fordulok. Kicsit Zoltán nem mostani, hanem előző szavait lecsapva, hogy egy hiátus mutatkozott akár a baloldali kormányok részéről, például a magyarországi cigányság ügyében, pedig ez egy annyira vihető baloldali téma lett volna. Ezzel kapcsolatban felröppentek a sajtóban ugye találgatások, talán túl előre menve is, hogy ez is egy a hajléktalan kérdéshez hasonló ellenségkép kombinálásként fog feltűnni. Én azt kérdezem tőled, hogy látsz erre esélyt, hogy egy milliós nagyságrendű nemzetalkotó tényezőt, a cigányságot ellenségként meri-e feltüntetni mondjuk a kormányzás, illetve ha igen, akkor az ellenzéknek milyen felelőssége van abban, hogy ezt meg elejét vegye vagy megállítsa? Én azzal szeretném kezdeni, ezt szerintem általában politikusok már nem illik mondani, de részben nem tartom magam a cigány-nem-cigány együttérésben sem kellően hitelesnek, sem kellő tudással nem rendelkezem, hogy én erről mélyen bármit mondjak. Azt ugyanakkor gondolom, hogy ez az egész Gyöngyöspata történet, most a konkrét ügytől, mondom, Gyöngyöspatai ügytől eltekintve, ez megint egy társadalmat valamilyen módon megosztani kívánó politika. És az ilyenek az országnak nem tesznek jót hosszú távon. Ha az Orbán kormánynak akkora problémát okozott volna, hogy van pénzügyi kártérítés ilyen esetben, akkor mondjuk egy pár bíróságra vonatkozó törvényt már én is láttam, hogy megváltoztatnak a szemem előtt. Tehát akkor lett volna erre lehetőségük korábban is. Értelemszerűen ez nem erről szól, hanem ez ezen túlmutat. Az, hogy, és ezt tudom, hogy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen szerencsés ütemény, meg ilyen fogjuk meg egymás kezét kumbaja jellegű hippi dolognak fog tűnni, de alapvetően szerintem egy miniszterelnöknek fontosabb, hogy arról beszél, ami egy országot összeköt, mint azt, amit elválaszt.
Én nem gondolom, hogy nem... Igen, én nem gondolom, hogy jó volt az, amiben én először politikailag szocializálódtam, abban az időszakban, amikor egy azóta már elhunyt párt, a Jóisten nyugosztalja a Szabad Demokraták Szövetségét, nek bizonyos kormányzati politikai miatt tabuizálva volt az ezzel kapcsolatos bármilyen beszéd. És igenis, a Jobbik a maga szörnyű módján egy olyan problémára tapintott akkor rá, amit a választók visszaigazoltak, és valamilyen módon a kisvagyoni kárt okozó bűncselekmények sok embernek problémát okoztak. Ezt nekem mindig úgy magyarázták, hogy ha az embernek 35 csirkéje van, ha egyet elloknak, az nem akkora probléma, mint ha az az egy van. És én ezért azt gondolom, hogy ezekről nyíltan kell beszélni, de a Fidesz nem, és itt erre akarok utalni, hogy a Fidesz nem is nyíltan beszél róla. Nem tudom, hogy az emberek ismerik, amikor van kutyájuk, van az a sík, amit megfúj, amit csak a kutya hal. Ez egy ilyen jellegű kommunikáció. Aki rasszistának akarja érezni, az rasszistának érzi, de ugyanakkor fapofával el tudják mondani, amikor fölállnak és beszélnek az egész kártérítés ügyről, hogy ők csak a jogállam, meg az egyenlőség, meg valami a catchöléssel, mindig visszatér ez a szó valamilyen kontextusban ebben. Tehát, hogy erről beszélnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt igenis nem szabad hagyni, nem szabad engedni azoknak a szirénhangoknak, hogy ebben a kormánnyal szemben állást foglalni, akkor majd mi is szörnyű liberálisok leszünk, mert az ő szemükben már azok vagyunk, tehát, hogy így szerintem nincs mit veszteni, és igen, ezzel szemben fel kell ezért lépni. Igen, hát ez egy messzire vezető történet. Mondani két 2015-i dolgot, az egyik az, hogy három, hogy igen, Péter megidézte a magyar politika patási jövőjét a Szabad Demokraták Szövetségét, én azért szeretném elmondani, hogy ezt nagyjából szerintem egyedül, vagy ketten vagyunk, tudom ki a másik a magyar közéletben, aki ezt gondolja, illetve újságíró társadalomban, tehát hogy Magyar Bálint Minisztériumban akkor egyedül valódi deszegregációs politikája ebben az országban. Azért ezt tényleg mondjuk el néha. A másik, igen, ezt az alaposan. A másik az, hogy egyébként ez egy külön izgalmas történet, hogy például 2005-ben volt telepfelszámolási programja, ez az első Gyurcsány kormány, és ez egy tényleg egy külön sztori, és ezt valójában nem írta meg senki, hogy ez miért nem működött. De nem működött, kétségtelen módon, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Többek között azért, mert olyan társadalmi feszültségekbe, helyi feszültségekbe ütközött be, amelyek inkább arra ösztönözték a kormányt, hogy leforduljon erről az irányokban, mint sem, hogy megpróbáljon végigcsinálni, meg sőt a választás, és aztán pedig az általán már emlegetett közfoglalkoztatásra kapcsolatban is ugye az történt, hogy ez az érdemesség, érdemtelenség problémát kinyitó, meg segélyért munka, ami egyébként egy nagyon jól hangzó politikai szöveg, egy tök hamis szembeállítás, amúgy hát ez az út a munkához programmal 2008-tól kezdődött el, és ilyen értelem volt, kinyíltak olyan ajtók, amelyeken a Fidesz bement, és a rájellemző módon sokkal következetesen is extrémebben mélyülítem ezt a politikát. A Róma ügyben nagyon érdekes dolog zajlanak, mert ugye amikor Magyarország volt az elő soros, nem úgy soros, tehát a soros elnöke 2011 elején, akkor az egyik fő mutatványa az volt a magyar kormánynak, hogy egy kommunikációs stratégiát állított elő, amit azóta is mutogatnak, és amit egy helyen biztos nem valósítottak meg Magyarországon. De a dokumentum az létezik, és ez egy szuper progresszív, ezt azt mondtam, aztán meg felvilágosult politika. Zárójel, én nem ismerek más kormányt, ahol a családügyi államtitkárnak egy televízió műsorban azt mondták, hogy néhány szociálpolitikai intézkedés skandináv típusú, és Novák Katalin riadtan elutasította, hogy ő nem csinál skandinális családpolitikát, szóval, hogy a roma integráció stratégia is valami ilyesmi volt, nyilván nem nevezték progresszív, de ami benne volt, az tök jó volt, csak éppen nem csinálta meg senki. Illetve az iskola ügyben pedig ugye a Balogh Zoltán által föltalált szemetekei szegregáció kifejezéssel illetett politika zajlott, és én tudom, hogy ez egy iszonyatosan szenzitív kérdés, tényleg nagyon sokféle érzékenységet sérhet, és a hétköznapi életen ezt nagyon nehéz átvinni, csak ugye az van, hogy a magyar iskola rendszer az egy dolgot egészen stabilan tud a társadalmi hatásait illetően,
megőrizni, és egy kicsit még föl is erősíteni a társadalmi egyenlőtlenséget. Szerintem Magyarország rengeteg pénzt elköltve a saját oktatási rendszerét, ami nem elég, de nagyságrendileg sok pénz, nagyon sok pénzt költ arra, hogy elpazaroljon tehetségeket, mert hogy gyerekeknek még a lehetőséget se adja meg arra, hogy hogy rájöhessenek, hogy ki miben tehetséges, és amikor ugye szegregáció történik, akkor hát ez ennek egy ilyen nagyon kiélesedett formája, és azért a világon működnek oktatási rendszerek, ahol most mondok egy másik példát, ahol nem egy külön mutatvány, hogy most egy pontra eltérek a roma gyerekek, ahol nem egy külön mutatvány, hogy mondjuk fogyatékkal élő gyerekek be tudnak menni az iskolakat. Vagy hogy van egy pedagógiai asszisztens, aki mondjuk tud foglalkozni egy aspergeres gyerekkel. És ez Magyarország ugye egy külön szervezést igénylő dolog, és sokszor nem valósul meg ez a külön szervezés, és csomó hátrány emiatt össze, tehát több típusú hátrány szed össze az iskola. Ezekben az ügyekben szerintem semmi nem tudom. Az egy paradigmaváltás, hogy a gyöngyösbotai ügy kapcsán kifejezetten az etnikailag jogon határolható csoport kifejezést ezt használta is a miniszterelnök a januári sajtótájékoztatóján. Szerintem most valójában az a találmány van a kormányzati kommunikációban, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy egyszerre több mindent lehessen utálni. Mert ugye egy ilyen közlekedő eddignek látszott eddig, hogy ha a migránsokat jobban utáljuk, akkor a romákat egy kicsit kevésbé utálja a magyar társadalom, de hogyan lehet a kettőt egyszerre utálni. És akkor még a Gyöngyös-Patai ügyel kapcsolatban, amivel én nagyon határozottan szeretném azt mondani, hogy egyetlen ilyen mondatot sem sikerült ezzel kapcsolatban a kormánynak mondania, mert nem igaz, hogy az önkormányzatnak kell fizetnie, nem igaz az, hogy a szegregációra hivatkozva döntött a bíróság, mert hogy a szegregáció konkrétan egy ugyanis ítéletnek kimondta, hogy úgy történt elkülönítés, hogy rosszabb oktatást kaptak a gyerekek. Szóval, hogy nem sikerült egyetlen igaz mondatot sem mondani, és hogy akkor ezzel össze lehet hozni azt is, hogy hogyan lehet a bíróságra is ráfordulni, ami szintén egy ilyen fontos témája a kormánynak, és hát egy ilyen csomagot, amiben vannak migránsok is, meg soros szervezetek is, akik persze a roma ügyekben is akkor ott vannak, és akkor a bíróságokat, tehát hogy valójában ez a találmány, és ez annyiból lényeges, utolsó mondat, annyiból lényeges csak, hogy amikor most többször elmondják, hogy 2020-21 a kormányzásról fog szólni, akkor azért az ember tényleg fölhúz egy kicsit a szemöldökét, tehát valójában a fő projekt az ez, amit most elmondtam. Akkor mint most házelnök, csak nagyon rövidre fogom a következő témára az időt, mert időnk végére járunk. Ez pedig, hogyha már 2020-21 emlegetve volt, mint a kormányzás éve. Utána óvatatlanul egy választás kezdődik, és ugye már a bevezetőben utaltam rá, hogy gyakorlatilag az előző kampányidőszak óta arról szól a magyar időszak, magyar közbeszéd, hogy újra közeledik egy kampány és egy választás. És ugye a nagy ellenzéki dilemma, hogy úgy látszik az önkormányzati választások esetében bejött az elképzelés, hogy a közös listák sikeresek lesznek, hogy 2022-ben az országos választásokon alkalmazható ez a taktika, legyen egy lista, teljes összefogás, ugye ezt a kormánypárt szivárvány koalíciónak szokta csúfolni, vagy inkább kisebb konglomerátumok jöjjenek létre, amik pedig versenyeznek a kormánypárttal és egymással is. Először Pétert kérdezem. Ez az egy lista, két lista vita, ez szerintem nem egy igazán lényeges kérdés, hogy én nem érzem, hogy ezen fog múlni a világ dicsősége. Kampánytechnikailag vannak az egy listának előnyei, hogyha a két lista az együttműködés ára, akkor meg legyen kettő. Tehát én nem gondolom, hogy most ez lesz a világ legfontosabb vitája. Ezzel amúgy, ha jól értettem, akkor valamilyen módon én Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökkel kerültem egy álláspontra, de hát ez az új ellenzéki politika mindenféle produkál. Az a helyzet, hogy én nem... Tehát, hogyha viszont egy valamit nagyon aktívan érzek, hogyha a választópolgárokat a ilyen és egyéb hasonló választástechnikai kérdésekkel fogjuk szórakoztatni a következő két évben, akkor nagyon sokat segítünk a Fidesznek. Tehát kit érdekel, hogy erről legyen az egyenes beszédbe szó most két évig. Tehát tényleg még... Tehát én abban a pillanatban, amikor meglátom Lengyel Lászlót, és most nem akarom a keleténél jobban bántani, de meglátom Lengyel Lászlót Rónai Egonnal azon sóhajtozni, hogy egy lista vagy két lista, nem tudom, tehát
tényleg kirohanok a világból, beleugrok a erikpatagba, valamit csinálok, de tehát ez nem, ennek semmi, semmilyen relevanciája nincs a létező emberek életére. Igen, a másik, amit még ugye szokták mondani, ez az egyéni választókerület, meg választókerületi kérdés. Én szerintem mindenki nagyon össze fog tudni veszni, mert összeveszni mindenki összetud mindenen. De azért így az ellenzék szerintem legyen annyira önkritikus, hogy belássa, hogy mind a 106 választókerületben nem áll olyan nagyon csodálatosan, hogy azzal kelljen foglalkozni, hogy kikivel veszik össze. Tehát én ezt a kettőt gondolnám, amúgy pedig az, hogy az ellenzék egységesen tudjon fellépni, abban nagyon sok munka, meg nagyon sok mindenkinek kell a saját komfortzónáját elhagyni. Én ezt nagyon sok szempontból megtettem az utóbbi időszakban. Remélhetőleg mindenki elhagyja a komfortzónáját, és akkor egy ilyen nagyon kényelmetlen együttműködés, de hatásos ez lesz a 22-es választás előtt. Mondjuk gondolom a cél az az, hogy egy új komfortzóna kialakuljon, de ezt csak remélem. Az ellenzék együttműködésben nekem annyi bűnöm van, hogy szerintem én írtam az első ellenzék együttműködésről szóló cikket 2010-ben. Sokat kell még vezekelni, igen. Igen, és én azért megyek mindenféle ilyen fajta diskurzust kritizálni, mert úgy érzem, hogy én itt lehetettem a négy jelenet elég hamar. Viccet félretéve, azt szerintem a kezdettől látszott, hogy egy ilyen centrális erőtérben, ami akkor kialakult, valamiféle együttműködés szükséges lesz az ellenzék érvek között. Ugyanakkor én soha nem gondoltam azt, hogy ez egy tartalmatlan és az együttműködésről önmagáról szóló összefogás, talán utána lesz a szót most már, összefogás kellene csupán, hogy legyen, és én tényleg sokszor gondolom azt, hogy egy alibizés, pusztán csak erről beszélni állandóan, valamint hát korlátozza is a politikai hatókört, mert nyilván van egy politizáló közvélemény, amelyet ez nagyon érdekel. És annyiból van természetesen hatása, hogyha az állampolgárok azt érzékelik, hogy van egy esélyes jelölt, és maguk az ellenzéket meg tudtak állapodni, akkor persze az egész választásnak több értelme van. Szerintem igazából ezt látjuk 2019-ben. De van olyan része ennek a szavazói csoportnak is, meg ezen kívül is, akiket tényleg érdekel, hogy mi lesz ebben az országban, és néha nekik is kellene szerintem mondani valamit. Egyébként én attól tartok, hogy nem csak 2018 óta van erről szó, meg az én cikket félretéve, valójában az én emlékem arról szól, hogy 2013 óta állandóan erről van szó. De tényleg állandóan erről van szó, és ugye az egy külön ilyen politikai jellemzői kérdés, hogy aki éppen mondja, az komolyan gondolja el, és valójában a politikai küzdelemet csomó, de egy tényleg azért, mert hogy ki tudja föltartani a magasba az összefogás táblát, de egyáltalán nem biztos, hogy aki tartotta, az valóban azt akart-e. Ennyiből egyébként tényleg szerintem egy fontos változás történt 2018 tavasza és 19 őszi között. Kicsit rossz májon azt mondom, hogy nem nagyon maradt más mennyiség, vagy nem maradt más ötlet, mint együttműködni egymással, és azt hiszem, a 19 őszén pedig azok az ellenzéki sikerek, amelyek születtek, azok szerintem egy olyan erős választói elvárást is keletkeztettek, hogy hát akkor, ha egymás mellé teszem az országgyűlési, meg az önkormányzati választás eredményt, akkor egyértelműen látszik, hogy mi az, ami inkább célra vezet. Ami a lényeg szerintem, hogy egyrészt a csomó helyen nincs összerakva, tehát egészen fura dolgokat csinált az ellenzék 2019 őszén is még, nem tudom én, Orosházától... Békés Csaba. Hát a Békés megye az egy gyűjtőhelye ezeknek az ellenzéki, szétindulásoknak, vagy Hajdúbiha, szóval egy csomó helyen vannak olyan települések, meg egy listák, ahol tényleg, szóval egészen elképesztő ellenzéki alakzatokban egymás ellen indultak, tehát A, nincs kész ez a dolog. B, darabra ettől még nincs meg az ellenzék, ezt szeretném azért mondani, ráadásul olyan választási rendszer van, ahol a Fidesz nem elég megelőzni, jelentősen meg kell előzni ahhoz, tehát ilyen
3-4% ponttal listán be kell előzni ahhoz, hogy ez olyan tömeges egyéni kerületi átfordulásokhoz vezessen, amitől az ellenzék többségnek tud szerteni. Magyarul ezzel csak azt tudom mondani, hogy attól, hogy az ellenzék egymás mellé áll, attól még ez nincs meg, tehát hogy, és akkor itt van, itt jön a harmadik, és újra elmondom, hogy feltétlenül érdemes megpróbálkozni azzal, hogy minden lehet még bevonzani szavazókat. És én váltig azt gondolom, hogy ott valahol egy ilyen, tehát ez én vagyok, egy baloldali társadalom politika környékén érdemes keresgélni valamit, amiből bármilyen elméletének tűnjön is ez, hosszas munkával néhány nagyon jól megzenésíthető és teljesen konkrét, akár választási ígéretet lehet tenni. Hát erre van két nagy szemére az ellenzéken. Na, hát így a beszélgetés végéhez közeledve is eljött a kérdések órája, úgyhogy akinek a témához tartozó rövid kérdése van, az jelentkezzen és felszólítom, és arra kérem, hogy hangosan és közérthetően mondja, hogy itt is halljuk. Ide jöhetsz. Vagy Ákos oda annyi. Olyat hallottam itt még a beszélgetés elején, hogy a kormány az jobboldali, és az ellenzék pedig baloldali. Nagyon remélem, hogy 2022-ben azért, aki ellenzéki érzelmű és jobboldali, az is talál magának valami szimpatizálni valót ebben az ellenzékben. Én úgy látom, hogy ez a jobboldali-baloldali kérdés, ez elég relatív, és 40 év kádárizmus után felnőtt egy elég masszív asszocialista érzelmi baloldali generáció, amihez képest mondjuk az egészségi bármilyen pici privatizálása is már óriási jobboldali dolognak számít. Ma Magyarországon én több százezer forintnyi egészségügyi hozzájárulást fizetek, miközben vannak, akik a havi 6000 forinttal ugye vannak, ugyanazt a pocsi ellátást kapjuk mindnyájan. Nem, szóval szerintem a Fidesz nagyon jól ráérzett erre a baloldali néptélekre, és itt tudta a rezsicsökkentéssel, a hasonló ilyen baloldali lozungokkal megszólítani a népet, és igaz, hogy a kedvez a multiknak meg, hogyha nem kedvezne, akkor tönkre menne az ország. De mondjuk az elvonás mértéke az nagyon durán baloldali, csak amit visszakapunk, az a jobboldali megfelelő. Tehát szerintem a kapitalizmus úgy működne normálisan, hogyha minimális foka a demokráciának meg lenne, és a Fékék is Egyesült Ferencének meg lenne. És nem tudom, hogy hova kellene még ennél még balra tenni a dolgot, hogy tudom, hogy ez lenne a dologban a megoldás. Bocsánat, még csak ennyi, hogy van egy jobboldalnak nevezett pártunk, aki szintén megszavazta a nyugdíjpénzek államosítását. Tehát ha marcra teszünk egy nemzeti színű pártlikát, akkor az már is jobboldal lesz szerintem. Válaszolni. Először is azzal, hogy baloldali az ellenzék, és remélem, hogy nem mondjuk, mert hogy nekem... Kéne, inkább úgy. Oké, hogy kéne, de az úr ezt is vitatja, és szerintem ez joga van. Nekem ellenzőként egy most már akkor 10 éves problémám lesz idén az, hogy kell hívni az ellenzéket, mert a demokratikus ellenzék az történelmileg foglalt, baloldalinak biztos, hogy nem nevezném, baloldali liberálisnak sem feltétlenül merném nevezni, baloldali liberális zöldnek sem tudnám, nem baloldali liberális zöld konzervatívnak, igen. Nyilván az ellenzék együttműködésnek vannak ilyen problematikái. A baloldaliság azzal merült föl, hogyha például az ember elolvassa a 2018-as pártprogramokat, akkor azoknak a társadalom képe egy szerintem spontán, ez most nem magyarul lesz, spontán konvergenciát, tehát hogy egy magától kialakuló valamiféle
hasonlóságot eredményezett, megjelentek benne mondjuk szociális jogok mindegyikben. Egész különös módon, meg lakhatással kezdtek beszélni, és ezzel szerintem elkezdünk közeledni afelé, ami a hétköznapok problémáját jelenti. Én itt látok baloldalias elemeket, ha tetszik, és szerintem ezek olyan elemei egy mondjuk egy társadalmi politikának, amelyeket én egy jobboldalinak is el tudnék adni, ha én politikus lennék, de nem vagyok. Nem ez az én feladatom, de szerintem itt van egy mozgástér. Nagyon nagy sárgítás, hogy válaszoljak a társadalmi biztosítással kapcsolatos felvetésre is. Nagyon röviden, szerintem amit a kormány csinál a társadalmi biztosítással, mondjuk az egészségügy terén, az valóban az egy jobboldalias dolog, kis cselekkel, tehát tulajdonképpen van egy spontán kiürülése a TB-nek, van egy felfejlődő magánegészségügy, és igazából a kormány nem csinál semmit, csak egy kicsit meglöki az ujjával, hogy aki amúgy is tud, az menjen a magánegészségügybe, aki meg nem tudja megfizetni, az beszorul abba a TB-be, ami egy ilyen szegény házzá válik, és ezt időnként tarkítják, ezt is megvázások. Végül is ez az, ami zajlik, és ebből adódóan teljesen megkérdőjelezhető, hogy válik valóban az, hogy a TB, amit én befizetek, és ami elvileg jogot keletkeztetne, az mégis milyen jogot keletkeztet az én számomra egy olyan rendszerben, ahol nem tudják kielégíteni az én szükségletemet. Boldogan mennék a magárendszerben, hogyha nem kéne az államnak fizetnem. Tehát ez így furcsa hangzik. Én más gondolok, hogy én fizetem az államnak, és akkor azon fölül még fizessek a magának. Miközben megkövetjük azt, hogy botrány van abból, hogy aki ezt a 6000 forintot se fizeti, annak nem hajlandó szolgáltatást nyújtani. Szerintem ez lenne a minimum, hogy aki nem fizet semmit, az nem kapja a szolgáltatást. Én ezzel nem értek egyet, és még azt azért jelezném, hogy emlékezzük vissza arra, ez is még rengeteg ifjúkoromban volt, hogy amikor az előző kormány megpróbált bevezetni a 300 forintos vízdíjat, illetve kórházi napi díjat, akkor a most kormányon lévő Fidesz szervezett tüntetéseket, amiket én amúgy részt vettem, illetve négy szavazást. Tehát azt mondanám, hogy amúgy alapvetően szinte Magyarországon nemzeti konszenzus közeli állapot van abban, hogy legyen egy egészségügyi kockázatközösség, ami azt jelenti, hogy akkor is, ha valaki valamilyen élethelyzet miatt nem tudja azt a 6000 forintot befizetni, akkor is részesüljön egészségügyi ellátásban. Van olyan ország, ahol ez nem így van, ez az Egyesült Államok, ahol mondjuk 27 millióan, hogyha rákosak lesznek, vagy mondjuk artériás problémájuk van, akkor el kell adniuk a házukat, hogy utána ki tudják fizetni. Szerintem ez egy rossz rendszer, és ezzel szemben az európai egy jó rendszer, és azonnal is látszik, hogy az amerikai politikában újra-újra megjelenik az az igény, hogy legyen valamilyen kockázatközösség. Még egy mondattal reagálni. Szerintem nálam kevés olyan ellenzéki politikus van, mint én, aki bizonyos okok miatt a jobb oldalhoz ilyen mélyen kapcsolódik lelkileg. Az a helyzet, hogy én nagyon sok mindenben nem csak átérzem, de igaznak is érzem azt a részben jogos tűnek tartom azt, ami a 90-es években a jobb oldalt összekovácsolta, és ami miatt a Fidesz lett, és ami miatt a Fidesz az lett, ami. És szerintem azoknak az aktoroknak, hogy a mai nap második SZDSZ-ezését is behozzam, és akkor nem tudom, háromnál megállok, hogy valami limitet majd legyünk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azoknak, akik ezt elkövették, hogy ez így legyen, van felelősségük, hogy ez miért van így, és miért állunk így. De azt gondolom, hogy ezek már sok szempontból nem igazak ma. Tehát a jogi nemzetegyesítést értelemszerűen 2022-ben mindenkinek el kell fogadnia majd a közös listán. Ebben nekem lesz vitám a demokratikus koalícióval, meg azt gondolom, hogy mondjuk a Trianon emlékévet mindannyian meg kell ünnepelnünk, és azt is gondolom, hogy igenis mondjuk, hogy olyat mondjak, hogy Lakner Zoltánt is végre triggereljek, azt önmagában nem tartom a nemzeti alaptantert tragédiájának, hogy Herceg Ferenc mondjuk benne van. De, vagy Vas Albert. Tehát én szerintem ez belefér, tehát ezekben szerintem a lényeg, amit mondok, nem ez alapján dől el a jó meg a baloldali most az ellenzék, hanem az alapján, hogy mit gondol pont az egészségügyi kockázatközösségről, mit gondol a szociális ellátórendszerről, vagy mit gondol az egykulcsos adóról. Ezek sokkal inkább a kormányzást alapmódon érintő kérdések, mint ezek a kulturális kérdések. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Üdvözlöm neked. Először is Péterhez szeretnék kérdezni.
hogy most, hogy a miniszterelnök úrnak is volt ez a beszéde, ami az őrpolitika megerősítéséről szól, nincs olyan félelem bennetek az LMP-ben, illetve hogyha egyesültök a PM-ben, hogy egyszerűen kiveszi a fő narratívát a mondani valótokból. Tehát egyszerűen lesztek zöldek, de nagy dolgokat, petpalackok, stb. Megcsinálja maga a Fidesz, és így nem lesz olyan mondani valótok. Tehát gyakorlatilag a megszűnés szélére tol egy pár százalékos pártot. A másik kérdésem pedig Zolihoz olyasmi, hogy a baloldal átrendeződésére neked mi a progresszió, mint 22-re? Tehát azt látjuk, hogy az LMP inkább, az MSZP inkább egy ilyen megszűnél példa van, tehát a mai hír, hogy két polgármester ugye átlépett a DK-ba, a DK erősödik, Momentum erősödik, látjuk, de még nem nincs jelen. Kérdésem az, hogy mi a véleményed erről? Én akkor az első kérdésre válaszolnék, hogy egy nagyon hasonló kérdés elhangzott a moderáció kapcsán is. Én nem gondolom, hogy... Én azt gondolom, hogy európai kitekintésben sincs így. Ugye, amikor az ember fideszessel vitatkozik zöld politikáról, akkor mindig elmondják, hogy ez a harmadik ér, hogy Angela Merkelnek az energia vendéje, meg amikor Németországba bezárták ugye az atomerőműveket, az milyen szörnyen sikerült, és mi is ezt akarjuk itthon. Na most Angela Merkel energia vendéje, aki egy kereszténydemokrata politikus, az a kísérlet volt, amikor egy jobboldali kormány megpróbálta a zöld pártól, ugye ahogy te mondanád, elszívni a levegőt azzal, hogy bevezetett egy zöld intézkedést. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a német zöld párt jelenleg 25%-on áll. Biztos segített az, hogy az etikai bizottság ugye ott, hogy mondjam, kevésbé aktív alapszabályi szinten, de ennek ellenére azért ez azt mutatja, hogy attól egy zöld párt tud növekedni, mert egy jobboldali kormány próbál zöld politikát csinálni azért, mert a CDU példája mutatja azt, az energi... És ugye ilyenkor jön az a pervers dolog, hogy persze kritizálják az energivendét, de hát ki kritizálta a német parlamentben az energivendét? A zöldek. Ők álltak föl, hogy ez egy látszatintézkedés, ennek negatív hatásai lesznek a széndioxid kibocsátás kapcsán, amilyen érveket utána a Fidesz elmondta. Ezt csak azt akarom mondani, hogy én ettől nem félek, mert ez a 6 plusz 2 vagy 8, vagy furcsán nevezik, pontos intézkedési terv, ez önmagában a fontos dolgokat nem érinti. Tök jó dolog, hogy kiszedik a PET palackot a Tiszából, de nem ez a legalapvetőbb zöld politikai dolog, hanem mondjuk az, hogy egy híres úriembernek a erőműve, ugye, hogy került hirtelen államiból magán, majd állami kézbe, és ott miért lett például földgáz más helyet. De csak erre akarok utalni, hogy én szerintem ez nem egy félelem, hanem inkább az ezzel a probléma, hogy ezzel megpróbálnak valamit letudni, amivel 10 évig nem csináltak semmit. Igen, szóval a baloldal... Nem, szóval a baloldali szereplőkkel nekem, meg a konkrét kérdés vonatkozott, amikor nagyon egyszerű dolgot tudok válaszolni, azt nevezetesen, hogy a magukkal baloldaliként definiáló szereplők azok a eljelentéktelentéssel, vagy soha nem volt jelentőség problémájával küzdenek. És én szerintem, és mondom, ez nem kell egyetérteni, én így gondolkodom, szóval a baloldali politikával részben az van, hogy az elmúlt egy évtized sok tekintetben a valahogy MSZP szavazótábor újra felosztásáért zajlott. Ezt a küzdelmet úgy tűnik, hogy hosszas ráfutás után a DK megnyerte. Erről gondolhatunk bármit, kiki vérmérsékleti szerint, de közben azért persze eltelt 10 év, és azért egyet átalakult a szavazótábor, be is jöttek olyan szavazók, akik korábban nem szavaztak, akik nyilván nem ehhez képest határozzák meg magukat, és e tekintetben meg szerintem a magyar ellenzéki politikának sok felelőssége van, hogy milyen értékrendben próbálja struktúrálni ezt a szavazói tömeget, egy olyan szavazói tömeget, amely 10 évet úgy élt meg, hogy hányódott különböző pártok között, és állandóan csalódott, és most egy kicsit reménykedik, és szeretne valamit kapni tőle. Tehát például, hogy hol állítjuk be a társadalmi szolidaritásnak a mutatóját, mennyi szolidaritást akar majd az ellenzék fölkínálni a választóinak, szerintem ez már egy képlékeny terület, ebben szerintem lehet mozogni. Egy dolog állandónak látszik talán, hogy nagyon érzékeny, hogy a magyar fogyasztó árérzékeny, ugye a magyar választópolgár nagyon biztonságérzékeny. Szerintem Orbán egyik legnagyobb találmánya, hogy a biztonság fogalmát a migráns ügyel teljesen át alakította. Én ez egy másik végigvállam, hogy az ellenzéknek vissza kell venni ezt a kifejezést, és vissza kell, és újra át kell alakítania.
Én ezt baloldali politikaként definiálom, vagy baloldali átalakításként definiálom, más definiálhatja másképpen. És az én képem ma az a baloldali politikáról, hogy az ehhez kapcsolódó témák, meg érzetek, azok ilyen szilánkosan elszórva helyezkednek ma el a politikai térben. Szerintem ez egy nagy politikai teljesítmény lenne, ha van ilyen politikus, hogy összesöpögesse ezeket a szilánkokat, és valamit összerakjon belőle. Én szerintem elég sok baloldali szavazó van, vagy baloldali szavazóként megfogalmazható, vagy azzá tehető választópolgár létezik Magyarországon. Ha kapnak ilyen ajánlatot, akkor egy hosszú, nehéz, nem nehéz dolog pártot szervezni, egy hosszú, nehéz folyamat végén éppenséggel lehet megint Magyarországon egy baloldali középpárt, de ez nem determinál. Tehát ha valaki meg tudja csinálni, szerintem meg lehet csinálni. Ha meg sem próbálkozik vele, akkor meg nem lesz, és ezek a szavazói csoportok, a témák, meg ezek, mondom, ezek a gondolati, meg érzelmi elemek, ezek szétszórva fognak majd elhelyezkedni a politikai térben, kifejtve a hatásukat, csak nem egységesen. Bocsánat, közben én ígértem a kérdést, mivel ismerem a kérdezőt, azért megegyeztünk, hogy rövid kérdés. Köszönöm szépen a lehetőséget. Lagner úrhoz intézném a kérdést, az lenne a kérdésem, hogy mi a feladata adott esetben a Szombathelyen egy kritikus civilnek, aki mondjuk ellenzékinek vallja magát, adott esetben én, hogyha volt egy váltás, vezetőváltás a városban, és azt látja, hogy a város vezetői ugyanúgy helyezik önkormányzati cégébe pozícióba barátokat, rokonokat, pártársakat, hogy össze kell kacsintani, a célszentesíti az eszköz alapján hallgatni kell, vagy adott esetben lehet kritikát gyakorolni, melyik a helyes eljárás. Nem tudom, pontosan miért érdemeltem ki ezt a kérdést, de nekem határozottan az a vélemény, hogy az ellenzéknek egy másik politikát kell kínálni. Még egy rövidet, jó? Hát köszönöm szépen ezt a választ, csak azért, mert engem rendszeresen megköveznek azért, mivel én ugyanezt mondom el, remélem a lakmerulat nem fogják megkövezni, és akkor az lenne a második kérdésem, hogy azok az emberek, akik tőlem nagyon sokan kérdezik, hogy most akkor ehhez képest mi alapján szavazanak majd az országgyűlési választáson szintén az ellenzékre, amit korábban én is mondtam nekik, hát most nem tudok nekik válaszolni, mert nem tudom a különbséget a két csapat között, mert ugyanúgy mind a kettő a zsebét tömi meg. Ez kérdés volt? Igen. Jó. Mit mondja a kérdőjel az ember? Adjon ötletet. Hát, tanácsadó szolgáltatásra bevallom, nem készültem. Tehát én ügyvéd vagyok, csak a civilben én kérdezem. Én ezt elfogadom, hát, hogy hányféle paraméter alapján döntenek a választópolgárok, én azt nem tudom, de én mindig megfordítani szeretem ezt a dolgot. Hát szerintem van a választópolgárnak egy megrendelő szerepe is, tehát hogy nem csak elszenvedi a politika csinálást, és az egyébként vonatkozik a különböző ilyen program elemekre is, meg összefogás elemekre is, tehát ugye nem egyetlen dologban áll a politika, vonatkozik természetesen a... Tehát lehet más a politika? Ezt én direkt kerültem most ezt a mondatot, mert ez szülyami gyanúba kerülnék. Nem ez a pártnőben. Azt gondolom, hogy itt az a kérdés, hogy a politika formálására milyen téren nyílik a választópolgár. Azt gondolom, hogy egy... Mi is önkritik. Igen. Azt gondolom, hogy ezt a politika formálási erőt kell kiküzdenie a választóknak. Köszönjük szépen! Nem ellenség, aki kritizálja. Elnézést, uram! Elnézést. Mindenki egyet kérdezett. Nem úgy hallottam. Köszönjük szépen! Megjegyeztem és nagyon szépen köszönöm az Ákosnak, hogy kérdezhettem. És a Lapner úrnak pedig köszönjük, a választok. Köszönjük, Ákos! Köszönöm szépen! Köszönöm. Következő kérdésre jelentkező. De a többiek miatt. Ja igen, lehetne úgy, hogy esetleg mondjuk 10 kérdésben összeborulnál az ellenzéket, hogy valami egyetértsenek. Csak 10 konkrét témában? Témában igen, hogy egyetértsenek, és akkor azt előtetni 2022-es választásig. Valami normális, érthető, értelmezhető, mindenki megértse, az egyszerű kis falusi. Olyan biztos kell, hogy kell egy top 10, amiben egyetértünk, és a végén, amikor majd van egy közös ellenzéki szórólap, a közös ellenzéki miniszterelnök jelöltel, akkor ott kell 10 konkrét intézkedést, amit mi a legfontosabbnak tartunk a világon, és ebbe egyet kell érteni, és egyeztetni kell, tehát ebből a szempontból egyetértek. De ez nem jelenti azt, hogy az összes többi témát, ami esetleg
kevésbé fontosnak tartunk, vagy akár olyan téma, amit a kormány ránk kerültet, nem tehetjük meg, hogy arra nem reagálunk valamilyen módon egységesen. Tehát attól, mert szerintem van ez a 10 mondjuk prioritás, amit amiben megegyezünk, és kell ilyen, azt nem gondolom, hogy a többi benettől még nem kell állást foglalni. És mindenképpen a kisfalukkal és a kisvárosokkal, azokkal mi a helyzet? Oda nem jár senki? Ez szerintem attól függ. És hát a 80% a Fidesz szavazó, és marad is valószínű. Szerintem ez egy nagyon nagy problémája az ellenzéknek. Rendkívül erőforrás igényes, és rendkívül munkaigényes, időigényes, és ugyanakkor megkerülhetetlen, hogy minden település típussal és így a kis településekkel is valamit kezdjünk, de szerintem nincs ilyen egységesen, hogy kis települések. Tehát annyira eltérő, annyira más. Például, ami mondjuk Szombathely mellett van kis település, az azért alapvetően ott nagyon sok olyan ember lakik, aki ott alszik, de már mondjuk dolgozni Szombathelyen dolgozik. Az egy más típusú kis települési jelenlét, mint mondjuk az, aki... De például, ha azt mondjuk, hogy mondjuk Kőszeg és Szombathely között, ott pedig nagyon sok olyan ember él, aki mondjuk Ausztriába dolgozik adott esetben, oda járatja a gyermekeit. Tehát az is egy speciális dolog. Mondjuk valaki, aki Vasvár mellett lakik már, egy ottani kis településben, az meg is más problémákkal küzd. Tehát én azt gondolom, hogy mindenhol nincsen egységesen kis település, minden körzetben, minden konkrét településen, abban a konkrét kontextusban kell valamit mondani. Még szerintem a... Én a fiatalokat szeretném megkérdezni, azokat hogy tudják megszólítani, mert a mostani választásnál is, mint bizottsági küldött, látom, hogy csak az öregek jönnek el, annyira kevés fiatal jön el szavazni, mert egyszerűen nem tudják őket megszólítani, akik meg vannak szólítva, az meg valóban nagy része fideszes. Hogy ezzel mit terveznek, meg mit tudjuk csinálni. Mert előre elöregszik a Magyarország, mert azért akik itt ülünk is, kivéve a fiatalokat, mi már majdnem a 70 évek. Olyan sok fiatal van. Azért mondtam, hogy kivétel. De nagyon sokan vagyunk, akik már 60 fölött, akár 70 fölött is vagyunk, és akik aktívan segítették a választásokat, legalábbis én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon kevés fiatal van megszólítva arra, hogy ő ugyanúgy beálljon segíteni, vagy eljöjjön legalább szavazni. Mert nem jönnek el szavazni. Próbálok én válaszolni, itt életünk nagy kérdései kerültek föl, de ezt komolyan gondolom, tehát hogy én sok rendezvényen vettem részt életem, és ezek még egy dolog szokott fölmérni, hogy van-e karizmatikus vezetés, hogy aztán nem vetették föl, mert ezen komolyabban. Hát először én szerintem az önkormányzati sikerekkel politikai értelemben az ellenzék arra is egy lehetőséget kapott, hogy megpróbálhat egy kisugárzó hatást gyakorolni a magyarországi szinten nagyvárosnak számító települések környezetére, tehát hogy az egyéni választókerületek kisebb települései felé is el tudjanak mozdulni. Ez szerintem nem olyan magától értetődően egyszerű, mert hogyha egy polgármester megválasztanak egy város vezetőjévé, akkor neki alapvetően a saját választóival van valami dolga, tehát ott egy politikai tevékenység az, aminek a kiterjesztése az ugye azt jelenti, hogy bizonyos energiákat elvon, mármint hogy akár az idejéből elvon energiákat, hogy meggyőzzön más választópolgárokat is, de hát mondjuk ilyenkor szokott fölmerülni az, hogy lehet-e mondjuk nem tudom, városi médiát teríteni a környező kis településeket, nem tudom. Igen, a másik, a fiatalokkal az van, én szerintem, hogy először is ez a világon mindenhol probléma, hogy lehet őket bevonni a politikába. Magyarországon az van, mondtam, hogy említettem azért, hogy van valami nemzedék váltás, szóval szerintem azért bejött egy olyan szavazói korcsoport, amelyiknek nem a rendszerváltás, meg nem az összödi beszéd az alapélménye, hanem egy elhúzódó, egyre unalmasabb és egyre kevésbé hiteles Orbán rendszer. Ezek a fiatalok szerintem nem fideszesek, biztos, hogy nem az egész fiatalság fideszes ebből adódóan, ez pár évvel ezelőtt még igaz volt, 10 évvel ezelőtt meg pláne,
Ma már ez nincsen teljesen így, és ilyen értelemben szerintem ma az ellenzék stratégiai pozíciója jobb. Amellett, hogy retteltesen nehéz elérni őket, ezt mindenki tudja, aki nem tudom, akár serious médiát csinált már életében, és megpróbált fiatal olvasókhoz, vagy nézőkhöz hozzájutni, szóval ez minden téren nagyon nehéz, de szerintem a kihegyezettség az most erősebb, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt. Jó, köszönjük szépen a kérdéseket is, illetve az uraknak a nyilatkozatokat is. Azonban időnk végére értük, de utána idézőjelben a szivar szobában kérdezhet az uraktól elnézést, ez így az időnk az tényleg lejárt. A következő alkalomra március 25-26-án csütörtök este kerítünk sort, akkor Vona Gábor lesz a vendégünk. Vona Gábor. Köszönjük szépen, az urat pedig arra bíztatom, hogy tegye fel a kérdését személyesen. Jó. Köszönöm.